Tisztelt honfitársaim! Az elmúlt napokban hosszú órákat töltöttem azzal, hogy alaptörvényünk 4. módosításának elfogadása kapcsán tanulmányozzam a sajtóban megjelent véleményeket, érveket, hogy elolvassam a hozzám küldött leveleket, üzeneteket, hogy meghallgassam szakértők okos és olykor indulatoktól vagy politikai szándékoktól sem mentes érvelését. Tettem ezt annak érdekében, hogy elnöki egységben, összhangban, döntésemben egyetlen célvezéreljem. Az alkotmányos rend és a nemzet egységének képviselete. És tettem ezt azért is, mert a köztársaság elnök önmagában még semmit sem tesz azzal, ha csak pártok felett állónak értelmezi szerepét és feladatát. Mert a köztársaság elnöknek nem egyszerűen a pártok felett, hanem mindig és mindenben politikai nemzete mellett kell állnia. Egy államfő, bárki is töltse be ezt a felelősségteljes tisztséget, csak is így fejezheti ki a nemzet igazi egységét. Még akkor is, ha vannak, akik vitatják alkotmányos döntését. Tisztelt honfitársaim! Felelősen gondolkodó polgár senkit sem bízhathat arra, hogy vegye semmibe a törvény, és arra sem, hogy alkotmánysértést kövessen el. Egy állam ugyanis attól jogállam, hogy van annak törvényeit és alkotmányos rendelkezéseit mindenki betartja. Különösen fontos elvárás ez az államfővel szemben. Mert ha az államfő úgy döntene, hogy megengedhető az alkotmány ellenesség útjára lépni, annak csak egyetlen következménye lehet, amit egyikünk sem kíván. Káosz, zűrzavar, törvénytelenség. Megválasztásom pillanatában világossá tettem. Ha 100 jó törvényt kapok, 100-at írok alá. Ha 100 rosszat, 100-at küldök vissza az országgyűlésnek. Elmondtam azt is, hogy bár a népakarat mindig részszerint osztja ki a kormány és az ellenzéki pártok súlyát, ám a súlytól függetlenül minden parlamenti pártot egyetemlegesen terhel az ország sorsáért, jóhíreért, hiteléért viselt felelősség. És önök előtt fogadtam meg azt is, hogy Magyarország köztársasági elnökeként maradéktalanul viselni fogom az alaptörvényben rám dönt a felelősséget. Mostani döntésemet is ennek figyelembevételével hoztam meg. Döntésem pedig az, hogy az alaptörvényben foglalt elnöki kötelezettséggel egyezően az alaptörvény 4. módosítását aláírom és kihirdetem. Ez az egyetlen alkotmányos választásom, amely összhangban van esküvőmmel, a fennálló törvényes rendelkezésekkel és az Alkotmánybíróság 20 év alatt hozott határozataival. Az alkotmány elfogadása vagy módosítása ügyében ugyanis az alaptörvény egyszerű és világos szavakkal rögzíti. Idézem. A köztársasági elnök az alaptörvényt vagy az alaptörvény módosítását a készhezvételétől számított 5 napon belül aláírja és elrendeli a hivatalos lapban való kihirdetését. Egyértelmű alkotmányos kötelezettsége, hogy az alkotmány módosítást aláírja és kihirdessem. Függetlenül attól, hogy a módosítás kinek az ízlésével találkozik, és függetlenül attól, hogy ez tetszik-e nekem, vagy sem. Megingathatatlanul hiszek abban, hogy közös jövőnket azzal szolgáljuk elsősorban, ha minden körülmények között ragaszkodunk a jogállami keretekhez. Biztosan tudom, hogy sok millióan vannak, akik így éreznek, így gondolkodnak, és így is cselekszik. Én is ezt teszem. Ezt teszem nemzetünk mindazon tagjaival együtt, akik a napi hangoskodáson túlmutató rendet, biztonságot, jogállamot, demokráciát szeretnének országunkban. Minden nap és minden percben arra törekszem, hogy minden ügyben esküvőhöz híven járjunk. Ehhez kölcsei hitvallással újra és újra erős támasz, amely így szól, a haza